Miniszteri protekciósok kaphatják a zsíros végrehajtói állásokat, ami hazánk mozgalom felülvizsgálatot követel. A Sádor Völner ügy remekül bemutatta a végrehajtás és a politika között lévő jellemtelen és gyarló kapcsolatot, ráadásul a mély összefonódást is a politika és a végrehajtó maffia között arcátlanság az, hogy a végrehajtók és velük egyetemben politikus vagy politikusok is az emberek megnyomorításából tesznek szert óriási vagyonokra, akár jogtalanul, mint a vád szerint ugyebár Völner Pál. Több igazságügyi minisztériumban dolgozó is nyilatkozott a nyomozás során arról, hogy politikai alapon is kerültek kinevezésre végrehajtók. Így jött képbe az elmúlt időszakban Vargövit rokonaként emlegetett hódmezővásárhelyi végrehajtó is, akit az unoka hugaként emlegettek konkrétan. Véleményünk szerint érdekes mód a nyomozás ezekre az esetekre nem terjed ki, és abszolút nem foglalkoztak ezek az összefüggésekkel a hatóságok, nem vizsgálták kellőképpen meg. Ami bizonyíthatta volna azt, hogy a politikai alapon kinevezett végrehajtók kinek és mennyit fizethettek, ezekért a szíves vagy akár állásokért, végrehajtói pozíciókért. Igaz, Völner pár egyértelmű tettenérése is hiányzott a nyomozás során, ami egyébként kérdéseket vett fel, pedig pontosan azért, mert akár emiatt, a hiányosság miatt felmenthetik vádalol Völner párt. A Mi Hazánk mozgalom ezért határozottan elutasítja, hogy a végrehajtókat nevezzenek ki pénzért, vagy akár politikai hátszérel segítve a végrehajtás sose fog pozitív irányba változni, ha folyamatosan csak a minél nagyobb profitszerzés motiválja majd a végrehajtó jelölteket, és a korrupció veszi körül ezt az egész szektort. Felelősségre kell vonni minden szereplőt, legyen az politikus vagy végrehajtó, végrehajtó jelölt, jelölt az elmúlt évek bestelen kinevezései kapcsán. Éppen ezért a mi hazánk mozgalom 2010 óta kinevezett minden egyes végrehajtó kinevezése kapcsán felülvizsgálatot követel egy erre alkalmas és erre felállított szerv vagy bizottság kérdésében. Bűnhődjenek a politikai protekciósok, bűnhődjenek azok, akik a legelesettebbek helyzetén akarnak luxus életet élni.